12 csapat részvételével rendezték meg az elmúlt hétvégén a 25. Móricz kupát. Az U15-ös korosztály számára kiírt tornán a hazai élcsapatok utánpótlás együttesei mellett 5 külföldi gárda fiataljai is pályára léptek a Móricz és a Kertvárosi iskola csarnokában. A házigazda képviselői az elmúlt 2,5 évtizedben rendre a dobogón végeztek, ezúttal azonban picit átrendeződtek az erőviszonyok. Nagyon magas szinten röplabdáztunk a hétvégén. Ez az is bizonyítja, hogy akit mi szakemberek, edzők úgy gondoltunk, hogy az 1-4-be bekerül, az az 5.-8. helyen játszott a mai nap folyamán, és teljesen átrendeződött az 1-4-nek a sorsa. Tehát ez is igazolja, hogy nagyon magas szinten röplabdáztunk. Sajnos mi is közte vagyunk. Nekünk sem sikerült tegnap délután a 4-be bekerülni. Attól az utétól kaptunk ki, akinek örültünk, hogy ellenfél lesz, mert 2 héttel ezelőtt Szegeden sikerült 2-0-ra legyőzni, de hát mindig más a minden mérkőzés, úgyhogy sajnos most 2-1-re kikaptunk, és ezzel már csak az 5.-8. hely között játszhattunk, és ez egy kicsit elkeserített bennünket. A Móricz végül a 6. helyen zárt, míg a házigazda második csapata a 12. helyen fejezte be a tornát. Az edzőnő a csalódáskeltő eredmény ellenére is bizakodva tekint a jövőbe. Nagyon akartak a lányok, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ez jókor jött és jó időben, és eredményesen fogunk felkészülni úgy a világbajnokságra, ami március 30-április 6 között lesz Horvátországban, úgy a többi döntőkre. Tehát én azt gondolom, hogy szeptembertől, ahogy indítottuk a felkészülési tornákkal az évet, azt gondolom, hogy nagyon sokat haladtunk előre, és én bízom a lányokban, hogy évvégén még azért boldogok leszünk, és örülni fogunk az eredményeknek. A tornát végül a romániai nagybánya csapata nyerte a Vasas előtt, a 3. helyet az Újpest szerezte meg, míg 4. a szlovákiai Eperjes zárta a Móricz kupát.